Bridget Veninger, Eve Tarle, 24 karácsonyi mese, 21. fejezet. Csendesé, szentséges Réges régen, hosszú-hosszú idővel ezelőtt egy rettenetes háború ért véget Európában. 1818-at írtak, és a Salzburg melletti kis falu, Oberdorf lakói megszenvedték a telet. Rettentő hideg volt, és csak néhány családnak maradt télire elegendő ennivalója. A falu fiatal papja próbált segíteni a szenvedőkön, de ő sem tehetett mást, mint hogy vigasztalta a rászorulókat, és vigyázott, hogy ünnepi alkalmakkor jól felfűtsék a templomot. A karácsony előtti reggelen Móratja megtette a végső előkészületeket, a templomba sietett a barátjával, Franz Xavier Grübellel, a falu tanítójával és orgonistájával. De Grüber hiába ült oda az orgonához, a nemes hangszernek csak szánalmas vinyogásra futotta. Vajon mi lehet a baja? töprengett a muzsikus, és bemászott az orgona mögé. Jaj, ne! kiáltott fel elszörnyedve. Gyere ide, József, és nézd meg! A két barát döbbenten merett a bőrből készült fújtatóra, hatalmas lyuk égtelenkedett a közepén. Ezek szerint a templom találtak maguknak ennivalót, mondta Móratya szomorúan. Most mit tegyünk? Az orgona elromlott. A legrosszabbkor, amikor mindenkit meghívtunk, hogy meghallgassák az éjféli misét, és végre kapjanak egy tányér meleg levest. Úgy szerettem volna, ha legalább karácsony estéjén jól érzik magukat az emberek. Az orgonista kétségbe esettem vakarta a fejét. Hajaj, éjféli mise, muzsika nélkül? el sem tudom képzelni. Mindketten hallgatásba merültek. Egyszer a móratjának eszébe jutott valami. Mi lenne, ha Orgon ezen a helyet most inkább énekelnénk valamit? Mondjuk valami újat. Várj csak egy pillanatra. Azzal besietett a sekrestjébe, és kihozott egy lapot, amin valami írás látszott. Címe is volt. Csendes éj. Hát ez meg mi? kérdezte Grüber. Egy karácsonyi vers, pár évvel ezelőtt írtam. Múratja kicsit elpirult. Még sohasem mutattam meg senkinek. Mit gondolsz? Nem írhatnánk belőle egy dalt? Azt legalább gitárkísérettel is elő lehetne adni. Grüber bólintott. Jó, megpróbálom. És ahogy elindult hazafelé, már meg is szólalt a dallam a fejében. Tudorászni kezdett. Karácsonyi éjszakáján Obendorf templom a zsúfolásig megtált. Csak úgy dolongtak az emberek, és kíváncsian súgdolóztak. Meglepetésről beszélt mindenki. Hallották, hogy ez a karácsonyi mi más lesz, mint a korábbiak. Elbocsátó áldás előtt Franz Xavier Gruber csendben odalépett Móratya mellé az oltárhoz. Mindketten felemelték a gitárjukat, és halkan énekelni kezdtek. Csendes éj, szentséges éj. A gyönyörű dallam betöltötte a templomot, és az emberek szíve felragyogott. Elragadottam, figyeltek. Hamarosan megszólalt az első bátor énekes, majd mind többen és többen csatlakoztak a kórushoz. A végére már mindenki énekelt. A mise után sokan sírtak a boldogságtól, és a falusiak megvigasztalódva mentek haza. Érezték, hogy valami nagyon különleges történt velük. Itt azonban még nem ért véget a történet. Azon a nyáron egy orgonajavító mester érkezett Óbándorba, hogy megreparálja a fújtatót. Ő is meghallgatta a dalt, amit Muratya és Grüber orgonista írt, és milyen megrendült. Ez csodálatos, sóhajtott fel. Nem bánnák, ha lemásolnám a szövegét és a dallamát? A mester aztán hazavitte a dalt, Ziller otthonába, és eljátszotta a templomban. A Strasser család énekelt hozzá. A dal itt is nagy sikert alatott. Mindenképpen el kell juttatnunk ezt a talt másokhoz is, mondta Lorenz Strasser, a család fő. Mint hogy utazókereskedő volt, a családjával gyakran egészen Észak-Németországig elvándorolt. Számtalan ember élt szürke és koszos ipari városokban, ahol nehéz munkát végeztek a bányákban és a gyárakban. Ők is boldogan hallgatták, ahogy a Strasser család énekel a városok főterén. Az alpok tiszta magaslatairól szóló dalokat szerették a leginkább. Gyorsan megtanulták ők is a csendesét, és gyakran énekelték a karácsonyi időszakban. A szöveget hamarosan idegen nyelvekre is lefordították, hogy a világon mindenütt megértsék. Ma már több mint háromszáz nyelven éneklik, és aki egyszer hallja, az másokkal is meg akarja osztani. Úgy folyik át a szíveken a dal, mint egy nagy, meleg szó is hangfolyam. Ahogy telik az idő egyre fényesebb, és szebb lesz a dallam. Csendes éj, szentséges éj, mindenek álma mély.